A Vásárhelyi Televízió híradóját látják, jó estét kívánok! Lezárult két Hódmezővásárhely és Makó egészségfejlesztését célzó projekt, melynek apropóján szakmai konferenciát tartottak ma a Művelődési Központban. A lakosság intenzív bevonásával megvalósuló szűrő és felvilágosító programok, különböző közegészségügyi fejlesztések és beruházások a két városban 250 millió forintos uniós forrásból valósultak meg. Az egészségfejlesztés és prevenció Makón és kistérségében, és kistérségi egészségfejlesztési iroda létrehozása a Hódmezővásárhelyi kistérségben projektek közös Európai Unió által támogatott záró konferenciáját tartották ma a Művelődési Központban. Hódmezővásárhelyen 2013-ban, Makón 2014-ben kezdődött az összetett munka, amelyre 125-125 millió forint anyagi támogatást kapott a két szomszédos város összevont egészségügyi intézménye. Ennek keretében többek között prevenciós rendelők, a régi épületek modernizálása és egészségügyi eszközök beszerzése, valamint az ott dolgozók továbbképzése valósult meg az említett időszakban. A konferencián mindenki, aki csak dolgozott a projekteken, beszámolt tapasztalatairól, nehézségeiről. Az esemény rávilágított arra, hogy a közösségek életminőségjavítása nem valósulhatna meg az érintett településvezetők hathatós támogatása nélkül. Példaértékű ez a több éves munka, és most ennek az új projektnek a zárásának a keretében úgy gondolom, hogy valóban egy sziklára épített ház, maga az egészségfejlesztési iroda, maga az egészséges vásárhely program, maga az egészséges Makó program. A kezdeményezés a visszajelzések alapján a makói kistérségben is jól működött. A város polgármestere Farkas Éva szerint a projektnek köszönhetően újabb közösség születésének és növekedésének lehetünk tanúi, mivel a Marosparti város térségében teljesen új területnek számít az egészségfejlesztés és megőrzés ügye. A programok révén az utóbbi időszakban ott is több ezren mozdultak meg. A polgármester szerint formálódik a közszemlélet. Az elmúlt hónapokban témává, közbeszéd tárgyává vált az egészség, az egészséges életmód. Várják és figyelemmel kísérik a makóiak, a térségben élők az újabb és újabb kitelepült szűrővizsgálatokat, sportrendezvényeket, mozgással, egészséges táplálkozással kapcsolatos tájékoztatók, bemutatók által nyújtott közösségi együttléteket. A konferencián jelen voltak az egészségfejlesztésben érintett országos döntéshozók is, akik az ilyen és ehhez hasonló kezdeményezések folytatását ígérték. A jövő hétfőn elindul az új szelektív hulladékgyűjtők átadása Hódmezővásárhelyen. November első hetében az újvárosiak, a kertvárosiak és a külterületeken élők várhatják az edényzetek kiszállítását, ám aki épp nincs otthon, az erre kijelölt helyen és időben a kiosztási pontokon is hozzájuthat a kukáihoz. A jövő hónapban érkeznek a háztartásokba a szelektív hulladékgyűjtése alkalmas új személygyűjtők. A kukák kiosztását városrészenként végzik majd Újvárossal kezdve. November 2-án hétfőn a Temesvár utcában, a Kiserdő soron, a Tútum, a Gellért, a Bánát, az Erdélyi, az Endre Béla, a Fáji, a Kokron, a Maros, a Sarkai, a Síp utcában, illetve a Maros-Lelei úton, majd a Déli Bába, Kölcsei, a Bolgár, a Vakbottyán, a Berecz Pál és a Pálma, illetve a Tisza utcában adják át a családi házas övezetekben a hulladékgyűjtő edényzeteket. November első hetében szerdáig osztják Újvároson a kukákat, majd csütörtökön Szikáncs, Erzsébet, Kútvölgy és Batida következik, péntektől pedig a kertvárosiak számíthatnak a hulladékgyűjtők érkezésére. A kertes házas övezeti lakóingatlanok, háztartások ingyenesen jogosultak az előbb említett edényzetekre, azaz egy darab 240 literes szelektív hulladékos, egy darab 240 literes zöld hulladékos és egy darab saját maga által meghatározott vegyes gyűjtőedényzetre jogosult a lakos. A választott vegyes gyűjtőedényzet méretét, tehát maga a lakos, az ingatlan tulajdonosa választja ki. Amikor majd szórjuk szét az edényt, jogosult lesz a tulajdonos azt mondani, hogy ő most nem ilyen edényzetet szeretne, hanem nagyobbat vagy kisebbet, viszont van korlát. Fontos meghatározni, hogy a két főnél kisebb, pontosabban a két vagy annál kisebb háztartások igényelhetnek csak
60 literes edényzetet. Tehát a három vagy annál nagyobb létszámú háztartások csak 120 vagy 240 literes edényt igényelhetnek. Azok számára, akik nem tudják az edényzetet otthonukban átvenni, kiosztási pontokat is létrehoznak, ahol a kukák szombaton, illetve vasárnap is átvehetők. Az újvárosiak, a kertvárosiak és a külterületeken élők november 7-én és 8-án 8-tól 16 óráig a Széchenyi és a Kölcsey utcák kereszteződésében, a Széchenyi téren, a nagyállomásnál és a Tesco parkolóban találnak ilyen kiosztási pontokat, de december közepéig a Klauzál utcai telephelyen is ingyenesen hozzá lehet jutni a személygyűjtőkhöz. November 3-án kedden 16 óra 30-tól a Vásárhelyi Televízió élő műsorban is foglalkozik majd az új hulladékgazdálkodási rendszerrel. A nézői észrevételekre, kérdésekre a Hódmezővásárhelyi Köztisztasági Nonprofit Kft. Ügyvezetője Kovács Pál válaszol majd. Befejeződött székkutason a szennyvíz elvezetést és szennyvíz tisztítást elősegítő fejlesztés. A 1,5 milliárd forint összegű beruházás Székkutas község történetének valaha volt legnagyobb projektje. A mai záró rendezvényen kiderült, közel 700 ingatlan csatlakozhat a gerincvezetékekre, úgy, hogy az érintetteknek mindez egy fillérjébe sem kerül. Az elmúlt 8 hónap a folyamatos építkezésről szólt, de rövidesen megoldódik Székutason a szennyvízkezelés és elvezetés problémája. A 1,5 milliárd forint összegű beruházás 100%-os támogatottsággal bír. 685 ingatlan az, aki egyébként rácsatlakozhat magára a szennyvíz telepre. Ebből egyébként a jövő folyamán már több mint 400 meg is kezdi a rácsatlakozást. Ennyi az az ingatlan tulajdonos. Egyébként a környében nem volt ennyi. Ennyi az ingatlan tulajdonos, aki kiépítette a saját házportáján azt a fajta vezetékrendszert, amelyet most majd az értesítés követően rácsatlakoztathatnak a gerincvezetékre. Az esetleges műszaki gondok és kivitelezési problémák miatt, ha szükséges, rendszeresen fórumokat tartanak majd. A garanciális javításokra az elkövetkezendő 24 hónap ad majd lehetőséget. Az önkormányzat pedig nagyfába vágta a fejszéjét, hiszen azt tűzte a zászlajára, hogy 2017 év végéig a település összes utcáját, ahol a gerincvezeték áthaladt és elment, teljes mértékben újra fogja aszfaltozni. Ez ami egy nagyon-nagyon fontos téma, és a próbaüzem végéig április 30-áig van egy másik nagyon fontos teendőnk, az pedig, hogy minden egyes lakossal fillére pontosan elszámoljunk. A vízi közmű társulat, illetve az önkormányzat közösen még az idén tájékoztató levelet fog küldeni minden egyes székutasinak arról, hogy mennyi volt eddig a befizetése és mennyit fog majd visszakapni. A tavaszig tartó próbaüzem ideje alatt mindenki számára ingyenes a szolgáltatás. A településen 5 átemelő működik már, amelyet biztonságtechnikai eszközökkel szereltek fel, és így a környező utcákat is kamerarendszer figyeli. Javában zajlanak a gázkészülékekre vonatkozó műszaki biztonsági felülvizsgálatok Hódmezővásárhelyen. Azokban a társasházakban, lakásokban végzik el az ellenőrzést, ahol ezt 2014 végéig megrendelték az Égáz-Dégáz Földgáz Elosztó Zrt-től. A gázkészülékek műszaki biztonsági felülvizsgálata már a nyári időszakban elkezdődött, és a munkálatok a napokban is javában tartanak. Hódmezővásárhelyen összesen 215 darab ellenőrzés van folyamatban. Azokat a társasházakat, lakásokat keresik fel az Égáz-Dégáz Földgáz Elosztó Zrt. Munkatársai, illetve a cég által megbízott partnerek, ahol ezt írásban 2014 végéig megrendelték. A szakemberek a jogszabályban foglaltak szerint elsősorban a gázberendezések égéstermék elvezető rendszerét, légellátását, a csatlakozó vezeték tömörségét, illetve az ehhez szükséges dokumentációkat vizsgálják. Fontos tudni, hogy az évenkénti, két évenkénti karbantartás nem váltja ki a felülvizsgálatot. Az elmúlt években ugyanis sok helyen a gázszolgáltató hozzájárulása nélkül került sor ablakcserékre, sütő- és kazánáthelyezésre vagy páraelszívó beépítésére. A helyszínre kiérkező szakemberek arcképes igazolvánnyal rendelkeznek. Amennyiben az érintetteknek a munkavégzéssel kapcsolatban észrevételük vagy kérdésük adódna, munkanapokon reggel 8 és 15 óra között a 62-es körzetszám 569-980-as telefonszámát hívhatják. Egy nap alatt megtalálták és vissza is adták tulajdonosának a Hódmezővásárhelyi rendőrök azt a kerékpárt, amelyet még a múlt héten loptak el egy székkutasi szórakozó hely elől.
Ismeretlen tettes az esti órákban vitte el egy székkutasi söröző elől a 24 éves sértett lezáratlan piros kerékpárját. Az adatgyűjtés során a kollégák a térfigyelő kamerák adatait is ellenőrizték, és ebből kiderült, hogy az egyik vendég egy platós teherautóval érkezett, és távozáskor a kerékpárt feltette az autóra és elhagyta a helyszínt. A nyomozás megállapította, hogy a cselekmény elkövetésével egy orvosházi férfi gyanúsítható. A 39 éves D. Zoltán házában a rendőrök végül megtalálták a kerékpárt, amit gyorsan vissza is adtak a tulajdonosának. Az ügyben a Hódmezővásárhelyi rendőrkapitányság tulajdon elleni szabálysértés miatt folytat bírósági előkészítő eljárást. Akit háromszor ítéltek halálra címmel, mutatták be a Pető Ferenc életútjáról szóló könyvet, az Amerikai Kulturális Egyesület alapítójáról Borsi István írt életrajzi kötetet. Pető Ferenc életéről Borsi István nyugalmazott MÁV főtanácsos írt könyvet, amit tegnap mutattak be az Emlékpontban. Igen kalandos életutat ismerhetett meg a közönség az írótól, aki személyes tapasztalataival fűszerezve számol be az eseményekről. Pető Ferenc 1912-ben született Szegeden. Szülővárosában a piaristáknál érettségizett, majd magyar, francia, német szakon szerzett tanári diplomát és bölcsészdoktorátust. 3 évig a párizsi Sorbonne egyetemen tanult filozófiát. 3-szor került olyan élethelyzetbe, hogy élete kockáztatásával tudott csak megmenekülni. Az egyik akkor volt, amikor Franciaországban tanult egyetemistaként, Franciaország megszállásának időszakában, és beállt a hadseregbe azért, hogy a megszálló németek ellen harcoljon. Másodszor akkor, amikor a Marosvásárhelyi Hadapród iskola tisztjeként és tanáraként Magyarország II. Világháborúból való kiugrásáért vállalt szerepet, harmadszor pedig 1948-ban, amikor az ÁVO éppen itt Vásárhelyen próbálta letartóztatni, de megszökött a karmaikból, tehát 3-szor volt ellene olyan elfogató parancs, amely esetén akár eljárással, akár jogi eljárás nélkül, de halálra ítélték volna. Pető Ferenc az 50-es évek elején vándorolt ki az Egyesült Államokba. 1972-ben alkotta meg a szofokrácia teóriát, a jövő emberének új életformáját. Borsi István életrajzkötete dokumentumokkal, visszaemlékezésekkel, személyes emlékekkel mutatja be a Magyar-Amerikai Kulturális Egyesület alapító tagjának életművét. Ennyi fért mai hírműsorunkba, kollégáim nevében is megköszönöm figyelmüket, további jó tévézést kívánok, viszontlátásra! A csütörtökre viradó éjszaka derült vagy gyengén felhőségboltra tekinthetünk fel. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 5 és 6 Celsius fok között alakul. Holnap délután változóan felhős időben bízhatunk, több órányi napsütéssel, erősebb nappali felmelegedéssel. A levegő hőmérséklete 15 és 16 Celsius fok közé emelkedik.